Határvédelemmel, migrációval kapcsolatos információk következnek itt az M1-en. Embercsempész bandát számolt fel az Európol a fehér-orosz-lengyel határnál. A gyanú szerint pár hónap alatt csaknem 30 milliárd forintnak megfelelő eurót kerestek a migránsok szöktetésén. Csak tavaly 342 embercsempészt vettek őrizetbe Lengyelországban, ám ez a szám idén tovább nőhet. Járőröznek a lengyel határőrök a fehér-orosz határnál. Folyamatosan van dolguk, év eleje óta már csaknem 400 határátlépési kísérletet kellett megakadályozniuk. A hatóságok szerint ezek szinte mindig erőszakosak. A lengyel helyzet kísértetiesen hasonlít a szerb-magyar határhoz. A migránsok azért akarnak átszökni, hogy utána tovább mehessenek Nyugat-Európába. A legtöbb esetben a határt átlépők nem akarnak Lengyelországban maradni. 90%-uk más országba, főleg nyugat-európai országba szeretne menni, fogalmazott a lengyel határőrség szóvívője. Ahogy a szerb-magyar határnál, úgy a belarusz-lengyel szakaszon is egyre több embercsempészt fognak el. A bűnözői szervezetek ugyanis felfedezték, hogy a migránsok ott is sok pénzt fizetnek akkor, ha átjutatják őket a kerítésen. Az Europol közreműködésével éppen most bukott le egy olyan banda, amely fehér Oroszország felől csempészett illegális bevándorlókat az Európai Unióba. A hatóságok szerint az embercsempész banda óriási összeget, átszámítva 3 milliárd forintot nyert az üzleten pár hónap alatt. A lengyel sajtó szerint a csoportot ketten irányították, egyikük az illegális határátlépések helyszínét és időpontját jelölte ki, másikuk pedig a pénzt gyűjtötte be. A csoportban a pénztári funkciót betöltő személyek jelentős összeget, 8 millió 700 ezer eurót osztottak szét a csoport tagjainak. Csak a futárok 4 millió 300 ezer eurót kaptak. Fogalmazott a lengyel ügyészség szóvívője. Az is kiderült, hogy a szállítókat internetes üzenetküldő alkalmazások segítségével toborozták a határhoz, de voltak hasonló akciók a lengyel fővárosban, Varsóban is. Feltétel volt, hogy a jelentkezőknek legyen kocsijuk, amivel Németországba tudják szöktetni a migránsokat. A hatóságok összesen 9 embert vettek őrizetbe, 4 embert bírósági döntés alapján már előzetes letartóztatásba helyeztek. A lengyel fehér-orosz határon tavaly ősszel mélyült el a migrációs válság. Ezrek érkeztek a térségbe, a migránsok pedig folyamatosan összecsaptak a lengyel hatóságokkal, annak reményében, hogy tovább mehessenek Németországba. Lengyelország azóta kerítést építetett és folyamatosan védi határát, de a feszültség azóta is tart. Csütörtökön az egyik 37 éves határőrt kellett megműteni, azért mert az egyik hétvégi incidensben fejsérülést szenvedett. A hatóságok szerint a migrációs helyzet a következő hetekben tovább romolhat, arra számítanak, hogy újabb embercsempészeket is őrizetbe vehetnek, év végéig pedig a tavalyi rekord is megdőlhet, amikor összesen 342 bűnöző kezén kattant a bilincs. Ők összesen mintegy 1400 illegális bevándorlóval álltak kapcsolatban. Nem enyhül a migrációs nyomás Franciaország és az Egyesült Királyság között sem. Calais közelében ismét felborult egy migránsokat szállító csónak. A parti őrség 32 embert kimentett, egy ember viszont belefulladt a vízbe. Közben a francia partoknál sátortáborban várnak a migránsok arra, hogy nekiinduljanak az életveszélyes útnak. Megköszönte a segítséget ez a migráns, miután partra tették és egy bevándorlóknak kialakított szállásra vitték. Motorhiba miatt ugyanis irányíthatatlanná vált és felborult a migránsok csónakja a La Manche csatornán. Éjszaka a sötétben próbáltak meg elbújni a francia parti őrség elől, hogy eljussanak az Egyesült Királyságba. Végül éppen a parti őrök mentették meg az életüket. A hajó ugyanis még időben megtalálta és partra tette az illegális bevándorlókat. Próbálkozó bőven akad. A Calaishoz közeli ideiglenes táborban egy régi vasúti pálya mentén sátoroznak a migránsok, és csak arra várnak, hogy útra kelhessenek az Egyesült Királyság felé. Azt mondják, a tél és a hideg ellenére is vállalják a kockázatot. Papírok nélkül is lehet dolgozni, ez egy jó élet. Ezért akarok az Egyesült Királyságba menni, gondoskodni akarok az otthon maradt családomról, mondta egy afgán férfi.
A Lamanche csatorna a világ egyik legforgalmasabb hajózási útvonala, ahol nagyon erősek az áramlatok. Az embercsempészek viszont a nagyobb haszon reményében általában túlzsúfolják a csónakokat, így azok csak nehezen tudnak úszni a vízen, és sokszor felborulnak. Ezt a problémát nem fogjuk varázsütésre megoldani, de a rendőrség, a polgári biztonsági szolgálat állandó készenlétben van. Cél az életmentés. Minden egyes ember, akit megakadályozunk abban, hogy egy félig felfújt vagy meghibásodott csónakba szálljon a Lamanche csatorna jeges vizén, egy megmentett életet jelent, nyilatkozta Pas-de-Calais megye alprefektusa. A francia hatóságok szerint tavaly megháromszorozódott azoknak a bevándorlóknak a száma, akik Calais térségében borultak fel csónakokkal. 2021-ben 1002 embert kellett kiemelni a vízből. Tavaly minden korábbinál több, csak nem 30 ezer migráns kelt át a Lamanche csatornán, és alig telt el két hét az új évből, de már több mint 450-en érkeztek ezen az útvonalon, Franciaországból az Egyesült Királyságba. A brit belügyminiszter a brit királyi haditengerészettel tartaná távol a Lamanche csatornán átérkező migránsokat, ám a fegyveres testületben nem lelkesednek az ötletért. Kertész Róbertet kapcsoljuk Londonból. 3 évvel ezelőtt is bevetették a haditengerészetet, akkor nem sikerült megállítani a migránsáradatot. Most pontosan hogyan képzelik el a haditengerészet szerepét ebben a helyzetben? Öröget kellnek ismét a nézőknek. A tervezet legfurcsább jellemzője az, hogy pontosan még a brit királyi haditengerészet sem tudja, hogy mi lesz az ő szerepe az illegális átkelések megakadályozásában. Az mindenféleképpen biztosnak tűnik, és ez politikus nyilatkozatokból is kitűnik, hogy a feladatok között nem lesz az, hogy a haditengerészet hajói erővel visszakényszerítsék az illegális átkelők csónakjait Franciaországban. A legvalószínűbbnek azt tűnik, és ez még az átgondolás szakaszában van, hogy valójában a haditengerészet vezénylési struktúrájába illesztik majd be a járőrözési tevékenységet a Lamanche csatornán, tehát a brit parti őrség, illetve az életmentő szolgálatok hajói tevékenysége a haditengerészet vezénylési hatásköre alá kerül. Nyilvánvalóvá tették a miniszterek azt is, a brit kormánytagok azt is, hogy fegyverhasználatról természetesen szó sem lehet a haditengerészet részéről, tehát úgy tűnik jelenleg a tervezés jelenlegi szakaszában, hogy a haditengerészetnek valójában egy felügyeleti, irányítási, vezénylési hatásköre lesz a Lamanche csatornán folyó tevékenységben, amelynek célja az illegális átkelések megakadályozása. Az elégedetlenséget pontosan ez kelti, hogy jól lehet a művelet a tervek szerint heteken belül megkezdődik. Nincs még konkrét terv arra, hogy mi lesz a feladata a haditengerészetnek, de úgy tűnik, hogy elsősorban vezénylési feladatokra szorítkozik majd a brit királyi haditengerészet szerepe a Lamanche csatornán. A britek is szigorítanák az állampolgárságról és az államhatárokról szóló törvényt, amelyel ugye vissza szeretnék szorítani a migrációt. Miben szigorítanának és hogyan? Ez a törvény tervezet még járja a parlamenti elfogadatás útját, jelenleg a felső kamra a Lordok háza előtt fekszik, végső szavazása január végén várható. Fő pontjai közé tartozik az elrettentés, mégpedig mindenek előtt az embercsempész szervezet bűnszövetkezetek elrettentése tevékenységüktől. Az egyik leglényegesebb, legsarkalatosabb pontja ennek a tervezetnek, hogy az embercsempészekre, az elfogott embercsempészekre minősített esetben akár életfogytig tartó büntetés is kirólható lesz majd Angliában. Ugyanakkor az illegális átkeléseket is igyekszik visszafogni azzal a kitétellel, hogy a jövőben Nagy-Britanniában csak az kérhet hivatalosan menedékjogot, aki legálisan lépett be az országba, tehát azok, akik illegálisan kelnek át a csatornán, már is elvesztenék jogukat arra, hogy hivatalos menedékjogért folyamodjanak Nagy-Britanniához. Tehát főleg ez a része került előtérbe a tevékenységnek, hogy gyakorlatilag megpróbálják mind az embercsempész bandákat, mind magukat, az átkelőket visszatartani azzal, hogy az eddig érvényesülő ösztönzőket úgymond megszünteti ez a törvény.
Kertész Róbert, nagyon szépen köszönjük. Határvédelemmel, migrációval kapcsolatos információkkal várjuk Önöket minden hétköznap 3-4-9 után itt az M1-en.